Törőcsik Marit a Körhinta című film drámában ismerhette meg a nagy közönség 1956-ban. Színjáték, itt senki se sír, igazán. Ez csak színjáték, színlelés csupán. Pályafutása során számtalan kiemelkedő filmalkotás főszerepét játszotta el. Anna? Ő volt Kosztolányi Dezső édesannája. Ha én megírom neki, hogy azonnal jöjjön haza, mert én különben elválok tőle, akkor ész nélkül hazajön. Makkároly szerelem című filmjében pedig Lucaként bűvölte el a nézőket. Kiemelkedő alakításáért az 1971-es Cannes Filmfesztiválon a zsűri külön dicséretben részesítette. A rangos eseményről 5 évvel később, 1976-ban már a legjobb színésznőnek járó díjat vihette haza a Dériné hol van című filmben nyújtott alakításáért. Törőcsik Mari nem csak a filmvásznon ragadta magával a közönséget, a Nemzeti Színház színpadán több száz darabban szerepelt. Legszívesebben táncolnék vagy tapsolnék. Olyan, mint egy álom. Csehov 4 felvonásos komédiájában, a Cseresznyés kertben Ravenskaját, a földbirtokos nőt alakította. Kimagasló tehetségét pedig drámai szerepekben, egyebek mellett Shakespeare, Romeo és Júliájának főszerepében is megcsillogtatta. Ha azt hiszed, könnyen meghódítottál, dacos leszek! Törőcsik Mari, ahogy fogalmazott, egész életét hivatásának és a művészetnek rendelte alá. Mindenki másképp fogalmazza meg a színészetet. Én az egész életemet arra tréningeztem, hogy az idegrendszeremet egyik pillanatról a másikra abba az állapotba tudjam hozni, amit a pillanat igényel, ahogy a gyerek tud játszani a sarokba. A színjátszás volt az élete, 2008-ban azonban egy rutinvizsgálat során leállt a szíve és hónapokig kómában feküdt. Csak kitartásának volt köszönhető, hogy felépült és visszatért a színpadra. Ez volt életem egyik legnagyobb sikere, hogy meghaltam. Több mint fél évszázados pályafutása során ő lett minden idők legtöbbet díjazott magyar színésznője is. 60 éve vagyok a pályán, és 80 éves vagyok, és 20 évesen kezdtem. Kétszer tüntették ki Jászai Mari díjjal, Kossuth díjat pedig háromszor ítéltek neki. 2000-ben a Nemzet Színészének, 2014-ben pedig a Nemzet Művészének választották. Legutóbb 2019-ben alázattal megformált alakításai és kivételesen gazdag életműve elismeréseként a Kossuth nagy díjat vehette át. Itt házalok. A kitüntetést Orbán Viktor miniszterelnök személyesen vitte el a színésznő otthonába. A köztársasági elnök úr megbízásából át kell, hogy adjam ezt. Köszönöm, nagyon szeretem őt. Ez a nagy Kossuth díj. Megtisztelve érzem magam. Vigyázzon magára, és ne gyötörje magát. A Nemzet színésznője hosszú betegség után péntek hajnalban hunyt el. Drága Mari, elment hát, repültünk Mari, repültünk Isten önnel. Orbán Viktor miniszterelnök egy fotó kíséretében így búcsúzott a közösségi oldalon. Micsoda útjaim voltak nekem. Törőcsik Mari 86 éves volt. A Nemzet Színésze a Nemzet Művészet címmel kitüntetett háromszoros Kossuth, kétszeres Jászai Mari és Balázs Béla díjas legendás színésznőre, a ma hajnalban 86 éves korában elhunyt Törőcsik Marira emlékezünk vendégeimmel. Bodrogi Gyulával, Szűcs Nellivel és Trill Zsolttal, a Nemzeti Színház művészeivel. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és amikor megtudtam a hírt, óriási döbbenet vett rajtam erőt, mert azt gondolom, hogy Törőcsik Mari volt az a színésznő, akibe szerelmes lett az egész ország akkor, amikor látták a Körhintát, és aztán szerelmes lett az egész világ, amikor Cannes-ban megnyert a legjobb színésznődíjat, és egy igazi sztár volt. De milyen ember volt, művész úr? Erre könnyű válaszolni, mert olyan ember volt, amilyen színész. Megnyerő, magával ragadó. Én emlékszem, hogy a főiskolán, hát akkor még nem volt színésznő, csak a képességei voltak meg. Hárman, a Csurka Laci, Kóti Árpi, meg én, azon nyomban beleszerettünk.
pedig nem csinált semmit, csak hogy éneket. Valaki azt mondta, hogy mi ott egy vizsgáját néztük, és az első fél évben énekelt egy dalt, és hallottam, hogy azt mondják, ott körültem a többiek, hogy hát, de kár, hogy nincs hangja. És én, mi az, hogy nincs? Hát ilyen gyönyörű hangot, mert egyszerűen el tudta hitetni azt, amit csinált, de ő maga is hitt benne, az az igazság. Nelly. Én nagyon szeretek pozitívan csalódni az emberekben, mert akkor én maradok alul, és akiben meg csalódom pozitívan, az fölemelkedik a szememben. És így voltam Marival is, 2004-ben, amikor csináltuk együtt a Szarvasa Változott Fiút, nagyon féltem, hogy hát jön egy igazi sztár, egy igazi csillag a szó nemes értelmében, hogy hogy fog ő velünk dolgozni a 40 fokban kint a Gyulai Várszínházban. Mi megszoktuk, hogy mindig nyáron készültek a produkcióink, és hogy mire várhatunk. És ő meg kikérte magának, és azt mondta Vinyász Katilának, hogy engem ne csak estére hívjál, amikor már ugye lehűlt a levegő, hanem jövök és kész. Tehát nem lehetett elkergetni, és jött velünk 10-kor, 11-kor, amikor mi kezdtük a 40 fokban a próbát, megnedvesítette a zsebkendőjét, megkötötte a négy sarkát, fejre tette, és ott figyelt, és nem csak figyelt, meg akarta ismerni ezt a fiatal kis együttest, a kárpátaljai Beregszászi Színházat, tehát egy olyan ember volt előttem, hogy míg élek, erre emlékezni fogok. Tehát volt mit tanulni tőle. Csont. Hát nekem az jutott eszembe, hogy talán az színpadon is, mint az életben, hogy megadatott, hogy volt egy csodálatos apám, van egy csodálatos anyám, és a színpadon is ezt kerestem, a színházban is nekem ő lett az anyám a színpadon. Hiányzik? Hiányzik? Hogy? Hogy hiányzik? Ja. Hogy lehet ilyet kérdezni? Nem hiszem el. Nem hiszem. Mit gondolt, amikor? Hogy hiányzik? Mit érzett, amikor meghallotta a hírt? Évek óta hiányzik a pályáról. Csak ma reggel, amikor félállomba keltem, amikor bemondták a telefonba, pedig tudtam, hogy beteg. Mindenki tudta, hogy beteg. Hát az egész színház tudta, hogy mentek le az srácok, és az ablakon keresztül egy öreg nénit üdvözölt. Tehát nem volt egy titok, nem volt egy villámcsapás. És mégis, amikor megtudtam, hogy én csak megállt a levegő. Az utolsó galilei előadást, amikor játszottuk, akkor ott azért nagyon sokan éreztük azt, hogy színpadon ez az utolsó pillanat, de azért lementünk hozzá, kommunikáltunk vele, telefonálgattunk, beszélgettünk, de az egy nagyon nehéz pillanat volt. Úgy, ahogy Gyula mondja, hogy hát persze, hogy hiányzik, hát egy világ ment el vele, ami biztos vagyok benne, hogy pótolhatatlan. Lesz majd másféle színész és színésznő, de őt azért, ő a Törőcsik Mari. Kihez lehet hasonlítani, Nelly? Senkihez. Senkihez? Senkihez. Nem mondhatjuk azt, hogy ő volt Blaha Lujza reinkarnációja, nem. Vagy Jászai Mari, ő más, ő minden. Ő Törőcsik Mari, és szerintem ugyanúgy, mint Jászai Marit, vagy Blahánét, vagy Fedák Sárit, vagy a nagyokat, ahogy emlegetjük, őt ugyanúgy fogjuk nem csak emlegetni, mert hogy Gyuszi bácsi is mondja, hogy tehát én sem tudom felfogni, hogy ő nincs. Másfél héttel ezelőtt még Zsolt beszélt vele telefonon, mert még havonta egyszer, vagy három hetente egyszer mi felhívtuk, hogy érezze, hogy ő tartozik valahová, tehát nem felejtjük el őt. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy nem sírtam el magam, mert ma egész nap Törőcsik Marit hallgattam, ahogy énekelget, de ahogy elment nekem is édesanyukám nagyon hamar,
ahogy a édesanyám itt van velem, a Maris itt lesz velünk, tehát nem lehet. Míg én élek, számomra legalábbis. Sőt, a gyermekeimnek is. Mert ahogy csináltuk a Szarvasa Változott Fiút, megint visszatérek, akkor lettem épp áldott állapotba, estem a kis szarvasunk a fiunkkal, tehát ez is hozzáköt, tehát ha ránézek a Bertalanomra, aki most már 17 éves, akkor Maris, így van, 17 éve ezelőtt készült ez az előadás, akkor ő is. Utoljára, amikor elmentünk, nem idén, a tavaly új évkor beültünk a kocsiba, és december 30-án elmentünk hozzá velembe, és vittük a fiunkat, és a lányunk nem volt itthon, hogy erre te még vissza fogsz emlékezni, és neked lesz jó, hogy te még lehettél az otthonába, és beszélgetettél vele. 8 évig házastársak voltak. 9. 56-64, igen. De nem tudom, én 90. Mari szoktam mondani, hogy azért az a 9 év azért az. Hát gyerekek voltunk, főiskolások, 56. December 7. Úgyhogy a házassági tanunk volt az egyik a papám, a másik meg egy ember az utcán, aki arra jött, és megkérdezte, mit csinálunk. Szóval semmit, nincs 10 perc ideje, akkor legyen a tanunk. Akkor összeházasodtunk. Még lőttek rendesen az utcán. Milyen csoda, feleség volt? Csoda, én hittem, hogy az elején, hogy ugye azt mondták, hogy a filmes, hogy filmszínésznő és ízés a színpadon, Solveig nem akarta nagyon jó sikerülni, de hittem benne, hogy ő egy nagyon jó színésznő lesz, mert a film, a körhintát csinálták, hogy úgy kellett kikérni, mert ugye első-második évben nem lehetett még kimenni külső munkára. És akkor összefogtak a Versényi Ida néni, volt a tanársegéd, összefogtak a Gellért Endre, hogy ezen a szabályzaton valamit változtassanak, mert a Fábri megesküdött rá, hogy ez az a lány, aki neki a körhintába kell, és akkor így kiengedték őt szerepelni. És akkor még ugye a színház még nem ment neki annyira, de 2 éve volt már színésznő, nem több, és már fiatal főiskolás lányokon már lehetett látni, hogy megpróbálják utánozni. Olyan erős egyéniség, színész egyénisége volt, hogy valamilyen módon vonzotta magát. Neki a Bajor Gizi volt a rászményképe, a példaképe. Mindent tudott róla, és mindent. Beszélgetés közben nem nagyon hangoztatta, csak hogy az magunk között megsukta, hogy a Bajor Gizi az minden életemben, az élet formája, az élet felfogása, neki azt tetszett a legjobban. Példa volt? Töröcsik Mari? Egy fiatal színésznőnek, önnek Nelly, Zsolt önnek, tehát hogy megjelenik egy élő legenda, egy díva. Díva volt egyébként? Hát ha akart, az is volt. Igen, épp most micsoda útjaim voltak nekem. Nekem is mindig az volt az érzésem, hogy ő egy ilyen nagyon alázatos színész, aki a szerelemben, vagy akár a körhintában, bármiben. De most láttam, és hát egy díva ott ül, és egyszerűen ledöbben az ember. És díva, és bohóc, és parasztlány, parasztasszony, minden, bármi tudott lenni. Szerencséje is, ugye szerencséje is kellett abban az időben hozzá, hogy hagyták, hogy sokféle lehessen. Tehát nem skatujázták be, mint ahogy a csodálatos Sós Imre, ugye ott van a filmben mellette, akit beskatujáztak. De biztos, hogy kellett az egyénisége is hozzá, hogy őt ne tudják beskatujázni, hogy ő játszhasson bármit, és ő biztos vagyok benne, hogy a bukást is iszonyatosan tudta vállalni. Tehát az is bele, az hozzánk tartozik. Ő hozzá biztos vagyok benne, hogy ő ebből nem csinált problémát, ha valami nem jött össze. Emlékszem egy mondatára, Franciaországban ültünk, és emlékszem, amikor egyszer csak azt mondja, hogy valamit játszott, de
Csongor és nem tudom pontosan, valamit játszottam, és azt mondja, egyszer csak mentem az utcán rá 6 vagy 7 évre, és rájöttem, hogy hogy kellett volna mondani. Ez mindig, óriási. Mindig újra és újra gondolta a szerepeit? Hát nem csak ő, szerintem... Újra élte? Szerintem, aki igazán szereti ezt a dolgot, amivel foglalkozik, az folyamatosan, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy nem azzal foglalkozunk, akkor is belül az agyunkban, a lelkünkben a szerepek, azok dolgoznak. Azok a szerepek is, amikkel már nem foglalkozunk. És ez olyan, és amilyen boldogan mondta, hogy megtalálta a megoldást, ami számára abban a pillanatban megoldás volt. Végtelenül fontos. Megvállalta a felelősséget. Nagyon régen, amikor beköltöztünk a Városmajor utca 1C-be, ugye az egy olyan lakó, mint az nem érdekes, az a lényeg, hogy ki kellett festetni, kifestettük. Én nekem volt valami dolgom, és azt mondta, hogy akkor ő főz. És akkor én csináltam a dolgomat, azt nem tudom már melyik színházat, a József Attila, nem tudom, hogy nézi. Egyszer csak jött a telefon, és azt mondta, édes Bodrogi, az a helyzet, hogy egy kicsit fölrobbant a konyha. Mert hús sütött egybe, és bement a szobába olvasni. És mire kiment, a lábos, hát a hús már kicsit szenesedett, de a lábos is már pirosodott, és erre, mint aki megmenti a helyzetet, fogott egy nagy bögre vizet, és ráöntötte. Vagy ahogy Gyula bácsi mondja, ahogy például, ahogy ki tudott emberek mellett állni. Tehát azt soha nem fogom elfelejteni, hogy a Már Gyula filmben, a Töredékben lényegét tekintve engem nem akartak. A nagy vezetés, a producer nem akart. És ő egyszer csak rám telefonált, és azt mondja, nem akarsz benne lenni a filmben? Mondom neki, Mari, ez bennem meg sem fordult. És ott rögtön összeraktam, hogy miről van szó, hogy nekik ezt mondják, hogy engem nem tudnak legyen. Rögtön kiállt, tehát ő ki tud, vagy vállalta azt, hogy Brand olvasó, megjött, ugye elolvashatta a darabot, olvasó próba, felolvasta Sándor a darabot, felolvasta, és azt mondta, ez nem a te szereped, mondta nekem, aztán mi visszaolvastuk másnap, vége a felolvasnak, és azt mondta, tévedtem, ez a tiéd. Tehát, hogy vállalta. Ez fantasztikus humorérzéke volt. Szerintem ez is közrejátszott, hogy ő itt tudott váltani egyik dologból a másikba. És szerencsénk volt, ugye Már Gyulával, hogy most már említetted, ahogy velembe akkor is meglátogattuk többször őket, ahogy mint két gyerek leül és mesélnek, és egymás szavát igen. veszik át. Fantasztikus élmény, tehát, hogy még ezt is magammal tudom még vinni. Fantasztikus öröm. És így vittük el, ha már színház, a Viktor Rizsakov, ugye, akivel mi nagyon sokszor dolgoztunk, és neki az volt az álma, hogy ő megismerkedjen Törőcsik Marival, és Kőszegen játszottunk meg Beregszászi előadást, nem tudom, a Tótékat, és akkor felhívtuk Marit, hogy Mari, itt vagyunk, lemelehetünk hozzád, itt van ez az orosz rendező. Hát hogyne? És hát Viktor Rizsakov, el volt ájulva, és mindig is emlegetett, ez élet egyik legnagyobb élménye, amit azt az egy órát, hogy mennyit töltöttünk ott, és ma ugye felhívtam, és mondtam neki, hogy sajnos meghalt Mari. Hát először csend, és akkor lediktált nekem néhány mondatot, hogy azt mondja, ha mégy a tévébe, akkor ezt mondd el, mert ugye sikerült aztán együtt dolgozniuk a Nemzeti Színházba. Igen. Gorkinak az éjjeli menedék helyét csináltuk meg közösen, és ha megengeditek, akkor ezt a néhány mondatot, hogy ha már, hogy szerencsés vagyok, hogy ismerhettem őt, és Istennek hála, még dolgozhattam is ezzel a ritka, nagyszerű és igaz lelkű emberrel. Ő a nő, aki egyenlő a szerelemmel. Ma együtt sírok a magyarokkal. Mari gyémánt a színházi világ koronáján. Oroszországban még mindig emlékeznek az alakítására, a színházi filozófus Anatoli Vaszilev munkájában, rendezésében. Nem lesz már senki, akivel olyan finom lenne meginni egy pohárkával abból a híres magyar italból.
vele borzongtam. Tényleg nagyon szép. A humorára jellemző egyébként, hogy amikor beteg volt nagyon, akkor azt nyilatkozta az Origónak, hogy azért valami kerekes, székes szerep az még belefér. Tehát nem adta föl soha. Na de hát hogy adhatta volna föl? Hát minden porcikájában, a színpadon meg a filmen, hát ő tényleg színésznő volt, hát ő neki ez volt az élete. Hát ahogy humorizált, hogy már egyszer meghaltam, és ugye visszajöttem. Tehát ilyet az ember, ha kimeri mondani ezeket a szavakat, úgy ránéze valakire, hogy ez normális. De ez, nála ez normális volt, és ugye utána lementünk Veszprémmel, a Vasilyevvel csinált, nem Veszprémmel, Kaposváron csináltak egy olyan előadást, hogy amikor azt láttuk, hogy 40 percig ő monologizál egyedül, hogy lehet tényleg a halálból visszajönni, és megint újra kezdeni mindent, tehát csak tanulni lehet tőle. Mit jelent majd az új korosztálynak Törőcsik Mari emlékezete? Ő azt mondta, hogy én már a múlthoz tartozom, ezt tavaly novemberben nyilatkozta. Én már a múlthoz tartozom, és ma a múltra nincs idő. Olyan múltra nincs idő. Nincs idő. Ezt ő tudja biztos, hogy ez mit jelentett számára. Ő azért egy eléggé pessimista alkat volt, amikor ilyen dolgokról volt szó. Nem, mintha bármikor feladta volna, soha semmit nem adott föl, de tudott így a pályáról gondolkodni, hogy vajon kell-e még, kell-e az a színházi játék, az a filmjáték, amit én csinálok. Tehát ilyen problémái voltak. Ő azt nem érezte, amit mi láttunk, meg tudunk róla, hogy milyen volt. Néha-néha a nagy optimizmus azért megbicsaklott benne. Na de hát ez a hihetetlen természetesség, amivel itt van mellettünk a Szerelemből egy képkocka, ahogy ezt a filmet hihetetlen természetességgel és mélységes átérzéssel lejátsza gyakorlatilag. Tehát ez igazán tanulni és tanítani való. A mának is. Hát csak reménykedni lehet benne, hogy a fiatalok érdeklődni fognak, és fogják nézni a filmjeit, az előadásait. Én nekem az egyik első színházi élményem, amikor a színművészeti főiskolára Kijevből Budapestre kerültünk, akkor én a 100 év magányt láttam. Hát az nekem, az maga volt a... Fogalmam nem volt, hogy mit látok, csak az, hogy végtelenül izgalmas. Valami csodálatos energia, ahogy kezeli, ahogy a teret kezelte, ahogy a partnereket tudta akár befolyásolni is, kőkeményen, tehát ott nem. Én valahol lehet, nem tudom, hogy... jó felé kapizsgálok. Szerintem a világ lett egy kicsit egoisztikusabb, és így a színművész is benne, a fiatal palánták netalán. Tehát nekem igényem kell, hogy legyen tehát bennem, hogy visszatekintsek, hogy a régiek hogy csinálták. Persze minden változik, újat kell, de újat én úgy tudok teremteni, ha visszanyúlok a régihez, ha arra a fundamentumra én tudok építkezni, az új házamat arra a régi talapzatra föl tudom húzni. Tehát nekem akkor kell látnom a régieket, hogy milyen is volt. Ez a végszó. Elment Törőcsik Mari. Micsoda útjai voltak neki. Köszönöm vendégeinek, hogy együtt emlékezhettünk Törőcsik Marira, és itt hívom fel tisztelt figyelmüket, hogy ma este 23 óra 20 perckor láthatják Törőcsik Mari főszereplésével a Szerelem című filmet itt az M5-ön. Én munkatársaim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!